Köszöntöm Önöket a Magyar Állam és Karcagváros önkormányzata között létrejövő szerződés aláírásán. Köszöntöm Varga Mihály pénzügyminiszter urat, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő urat, Fazekas Sándor országgyűlési képviselő urat, Szepesi Tibor polgármester urat és a sajtó képviselőjét. Elsőként kérem Varga Mihály miniszter urat, hogy mondja el beszédét. Tisztelt képviselő urak, polgármester úr, hölgyeim és uraim! Nem nagy beszédre kell most számítani, hiszen egy hosszú folyamatnak vagyunk a végén. Mindenek előtt örülök annak, hogy polgármester úrral, képviselő urakkal ezt a folyamatot eredményesen végig tudtuk vinni, hiszen évtizedes, vagy talán még régebbi probléma, hogy a karcagi bíróság és ügyészség elhelyezését az állam meg tudja oldani, másrészt pedig a karcag fejlesztésébe beleilleszkedő olyan új épületek szülessenek a főtéren is, amelyek méltóképpen jelzik és jelentik a város minden lakója és minden látogatója számára, hogy Karcag egy dinamikus város, egy fejlődő város, amelyik a 21. században is képes előrelépni és fejlesztéseket végrehajtani. A járásbíróság, ügyészség épülete állami tulajdonba fog kerülni. A vételárat, mégis pénzügyminisztériumban vagyunk, említsük meg, ugye 396 millió forint, tehát közel 400 millió forintról van szó. A probléma ugye az ügyfelek részéről is jelentkezett, hiszen zsúfolt és nehezen használható terekre oszlott az a rész, amelyikben az állampolgárok a saját ügyesbajos dolgaikat intézhették, tehát ennek a megfelelő szintre hozása mindenképpen egy fontos szempont az állami intézmények részéről. Természetesen továbbra is partnerként szeretnénk a várossal együttműködni abban, hogy a bírósági épület, ügyészségi épület, valamint az ahhoz csatlakozó részek megszépüljenek, megújuljanak. Ezért készen állunk arra, hogy a következő időszakban is azokban a fejlesztésekben az állam a maga módján, maga lehetőségeiben részt vegyen, ami Karcag szebbé tételét jelenti. Amit talán még érdemes elmondani, hogy magam is, mint egykori karcagi parlamenti képviselő, örömmel gondolok arra vissza, hogy most egy olyan épület kerül állami tulajdonba, amit Madarász Imre, egykori református lelkész országgyűlési képviselő kezdeményezésére épített meg a város. Hát öröm az, hogyha itt századokon átívelő történeteket tudunk továbbírni és tovább folytatni. Azon vagyunk, hogy ne csak a múlt századi elődeinknek, hanem minden elődünknek meg tudjunk felelni azzal, amikor a város jövőjét, jelenét és jövőjét tervezzük meg. Bízom abban, hogy a mostani adásvétellel ehhez tudunk valamennyien hozzájárulni. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen miniszter úrnak. Most pedig tisztelettel felkérem miniszter urat és polgármester urat a szerződés aláírására. Tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselő urak, ügyvéd úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Azt gondolom, hogy egy olyan aláírásnak lehettünk most jelenlévői, mely meghatározó Karcagváros életében. Karcagváros központjában, ahogy miniszter úr is elmondta, évszázada meghatározó épület, a járásbíróság épülete, amelyet a város kezdeményezésére épített meg Karcagváros önkormányzata, Karcagváros polgárai, és ez az épület már a kezdetektől a karcagi járásbíróság elhelyezését szolgálta. Nem csak meghatározó épülete a városnak, hanem meghatározó funkciója is, hiszen egy járási feladatokat ellátó település, egy járási feladatokat ellátó önkormányzat életében nagyon fontos a bíróság, és ugye mostantól majd az ügyészség elhelyezése is. Én azt gondolom, hogy ezzel az adásvétellel és azzal a lehetőséggel, amely Karcagváros részére adatott, hogy egy állami intézményként az ügyészség, a járási ügyészség és a járási bíróság elhelyezését szolgálja, tovább fog fejlődni Karcagváros. Tovább fog fejlődni Karcagváros főtere, hiszen egy olyan impozáns épület kerül majd felépítésre, megépítésre, amely a továbbiakban is erősíti azt, hogy Karcag járásközpont maradjon, járásközpont legyen, meghatározója legyen a járásnak, és természetesen ez az épület is a város központjának építésére, szépülésére fog szolgálni. Én szeretném megköszönni mindazoknak a közreműködését, akik hosszú folyamatban részt vettek,
és amelyet ma ezzel az aláírással tudtunk megpecsételni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen polgármester úrnak, most pedig F. Kovács Sándor képviselő urat kérem, hogy ossza meg velünk gondolatait. Tisztelt miniszter úr, országgyűlési képviselő úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Egy különleges pillanatban vagyunk, amely egy korszakot zár le Karcag és a Nagykunság történetében, hiszen egy évvel ezelőtt avattuk azt a rendőrkapitányságot, amelynek épülete állami tulajdonban van. Előtte a karcagi rendőrkapitányság egy olyan épületben volt, amely Karcag város tulajdonában volt. Most a karcagi bíróság épülete kerül állami tulajdonba. Kevés olyan város van, amelynek országos jelentőségű, állami szintű funkciót betöltő szervezetei egy város tulajdonában voltak. Ez mutatta azt, hogy a Nagykunságban a kunok igyekeztek mindent a saját tulajdonukba tartani, még az épületeket is az állam ezektől a településektől, Karcagtól bérelte. És most ez megszűnik, hiszen a bíróság épülete is állami tulajdonba kerül, amely ugyan tulajdonosváltást jelent, de nem jelenti azt, hogy elkerül Karcagról, nem lesz ugyanúgy ez az épület a karcagiaké, nem lesz ugyanúgy a közös épületünk, ha állami vagy városi tulajdonban van. És ez egy első lépés. Egy olyan első lépés, amely nagyon sok lépés előzött meg, hiszen nagyon hosszú munkába került az, hogy megegyezés szülessen a város és az állam között. De első lépés abból a szempontból, hogy így az állam a saját tulajdonában lévő bírósági épületet fel tudja szépen újítani, és hozzá tud építeni egy új funkcióval bővelkedő ügyészségi épületet. Tehát ezt az első lépést több lépés fog követni, amely azt jelenti, hogy a Nagykunság fővárosának főtere meg fog szépülni, meg fog újulni, és az új ügyészség épületére is úgy fogunk tekinteni, mint azokra a 19.-20. század fordulóján épült épületekre, amelyek mutatták a gazdasági fellendülést, mutatták az ország gazdasági erejét, és amelyek mutatják most Magyarország gazdasági erejét. Én köszönöm ezt a döntéshozóknak, és köszönöm azt, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a munkának megvan a gyümölcse, látható gyümölcse, és több száz évig az utókor látni fogja ezeket a régi, és remélhetőleg nem sokára új patinás épületeket. Köszönöm szépen, mindenkinek jó munkát kívánok! Köszönöm szépen képviselő úrnak, végül pedig szeretném felkérni Fazekas Sándor képviselőt, hogy tartsa meg beszédét. Tisztelt miniszter úr, képviselő úr, polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntök mindenkit. Tisztelt hölgyeim és uraim, a megújult, kibővített igazságügyi palota Karcag város büszkesége is dísze lesz. Egy több éves előkészítő munka eredményeként most az első lépés megtörtént, az állam megvásárolja azokat az ingatlanokat, amelyeket fejleszteni fog, bíróság ügyészség elhelyezésére szolgáló, jövőbeni méltó elhelyezésére szolgáló ingatlanokat, utána kezdődik a felújítás, illetve egy új szájnak az építése. Így el tudjuk azt érni, hogy 21. századi színvonalú igazságügyi palota lesz a karcagi főtéren. A város fejlesztésében ez egy nagyon jelentős, jól látható előrelépés lesz. És egyúttal szolgálja a polgárok számára az egészségügyi szolgáltatásoknak a biztosítását, a város, Nagykunság fővárosa szerepkörét is eredményesen tudja majd betölteni, és illeszkedik abban a sorban, amit az elmúlt esztendők fejlesztései hordoztak, az ipari parkban, a munkahelyteremtésben, a rendőrség építésén keresztül, és bízom benne, hogy ez a sor majd folytatódni fog a jövőben is. Egy alapos előkészítő munkára már többen utaltunk, hiszen több szereplőnek kellett együttműködni, és ez a jövőben is így lesz. A magyar államnak, a bíróság és ügyészségi szervezetrendszernek, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT-nek és a városi önkormányzatnak. Én biztos vagyok abban, hogy az eddigi előkészítő munka az egy jó alap lesz a kivitelezéshez és a beruházásnak a befejezéséhez, amelyhez sok sikert és kitartást kívánok minden résztvevőnek. Köszönöm szépen!